Caryopteris glandolensis heavenly blue, vagy Caryopteris incana, sokféle Caryopteriszt ismerünk. Ami az izgalmas benne, hogy általában ezt ilyen, inkább ilyen talajtakarónak, vagy ilyen félcserieként szoktuk ugye látni. Szombathelyen azonban, ahol most vagyunk, több olyan kiültetést is láttam, ahol szinte cserjeként lehet használni. Hogyha most ott arra elnézünk, akkor deóciák, fizokarpuszok, fagyalok, berberiszek, a szokásos széles cserjesávok köszönnek vissza mindenhol. Azonban erre már többször felfigyeltem, hogy de jó ég, hát itt van egy Caryopteris son, ami ugye nem klasszikus sövény, mert hogyha ide innen belenézünk, akkor azt lehet látni, hogy 1, 2, 3, 4 tő van leültetve, hát ez olyan jó 2 méter szélesen és jó pár méter hosszan. És hát ugye, hogyha itt belenézünk, ugye persze természetesen ilyen jó 1 méteres magasságig ez belül, ugye nyilvánvalóan fel van kopaszodva, annak lenne módja szerint, hát persze mitől ne lenne felkopaszodva, de fölül egy jó fél méteres, 3-1 méteres, fantasztikus élő hajtások vannak, tömve-tömve virágokkal, és hát a dönkicsillő dongokkal, meg méhekkel, meg poszméhekkel, meg mindenféle odaszálló rovarokkal. Szóval hogy fantasztikus szerintem, hogy a Caryopteris azt akkor ezek szerint lehet így is használni. Mert tényleg azt hiszem, hogy ez csak egy ilyen talajtakaró valami, de nem. Ez akár, hát az ideálok, ugye hát valahol itt van a 180 cm, tehát ez valahol ilyen 130 és 160 cm magas, tulajdonképpen egy sövény. Tehát hogyha most innen benézünk, akkor ugye mögötte láthatjuk, hogy egy drótkerítés van, de nem látjuk. Ugye sokkal-sokkal magasabbra azért nem lehetne megnevelni, de azért tulajdonképpen aki azt mondja, hogy egy 1,5 méteres, különleges, lombozatú, habitusú, kétvirágú cserjesor szeretne, annak kérem szépen akkor ezek szerint a Caryopteris. Azért mondom, hogy ezek szerint, mert ezt életem először látom én is így, ilyen magasabb fölengedve, szóval akkor ezek szerint a Caryopteris az erre is alkalmas. Mondom, hogyha nem egy ilyen szigorú fagyalsorban gondolkozunk, vagy sövényben, akkor egy ilyen lazább, persze itt az oldalról nyírva van, meg a teteje is ugye nyírva van, ugye itt lehet látni, hogy hol metszették vissza ugye kora tavasszal, és egy kicsit szélesebb helyet hagyunk neki, mint még egy fagyalsornak, akkor tökéletesen ellátja a feladatát.